Sabarakarai, Sarak, whatever. Üdvözletem, hölgyeim, uraim, én Szilandor vagyok, és mivel úgy tűnik, hogy az előző Diablo videó, mondhatjuk, hogy elég nagy sikert aratott, így úgy gondoltam, hogy megpróbálkoznék még egyel, hát ha van rá igény, méghozzá az Angiris tanácsról fogunk ebben a videóban beszélni, és az Angiris tanács 5 arkangyalból áll, akik uralják a mennyeket. Ők azok, akik meghatározzák a törvényeket, amelyeket minden angyalnak be kell tartania. Mindegyikük a teremtés egy tiszta aspektusát testesíti meg, a vitézséget, az igazságot, a reményt, a sorsot és a bölcsességet. Nos, most, hogy tudjuk, hogy mi is maga az Angiris tanács, akkor beszéljünk a tagjairól. Kezdjük Imperiusszal, a vitézség arkangyalával, a tanács és a mennyei sereg jelenlegi vezetője is, hatalmas harcos, ugyanakkor nagyon büszke és elszánt személyiség. Korábban közel álltak egymáshoz Tyrell, de kapcsolatuk nagyon feszülté vált, miután Tyrell a bűnháború végén kiállt az emberiség mellett. És ő hordozza Solariont, a vitézség lándzsáját, és a vitézség csarnoka az ő székhelye. És ha már amúgy is említésre került, akkor jöjjön Tyrell, az igazság aspektusa, vagy később már úgy ismerik, hogy a bölcsesség aspektusa. A tanács konkrétan mesterembere volt, tehát ő volt az, akitől mindig tanácsot lehetett kérni bizonyos helyzetekben, korábban pártatlan igazságosztó volt, nézetei viszont megváltoztak a bűnháború végén, így nézeteik eltérése miatt összetűzésbe került Imperiusszal. Titokban segítette az emberiséget a Horadrimon keresztül, amit ő maga alkotott, és később úgy döntött, maga is halandóvá válik, amikor Imperius felelősségre vonta őt a halandó ügyekbe való beavatkozással. Azóta az igazságosság mellett a bölcsesség arkangyala is lett, ő Eldruin gazdája, az igazság kardjáé. Az igazság bírósága az ő székhelye. És akkor lássuk az egyik legkülönlegesebb arkangyalt ebben a tanácsban, Aurielt. A józan gondolkodás hangja és a diplomácia oszlopa a tanácsban, és annak egyetlen női tagja. Talán mondhatjuk, hogy a legegyüttérzőbb arkangyalról beszélünk, de hajlandó harcolni, ha szükséges. Az ő fegyvere a remény kötele, és a remény kertje az ő székhelye. És akkor lássuk a következőt, Ifirialt, a sors arkangyalát, többnyire egy nagyon zárkózott és kimért személyiség, bár nem ismert okok miatt Aurielhez áll a legközelebb. Mestere a Talusart, a sors tekercsek olvasásának, amely lehetővé teszi számukra, hogy lássák a jövőbeli eseményeket. Az ő székhelye pedig a sors könyvtára. És akkor lássuk az utolsót, Melfailt, a halál angyalát. Korábban ő volt a bölcsesség angyala. A tanács volt vezetője volt Imperius előtt, valamikor egy nemes lény volt, akiről azt mondták, hogy minden életet úgy dédelgetett, mint egy gyermeket. Melfail személyisége viszont elsötétült a világkő eltűnése után, pusztulása után elhagyta a mennyországot, és állítólag a pandemónium termeiben bolyongott, válaszokat keresve az élet és a halál megismerhetetlen titkaira. Végül visszatért Sanctuary-be a halál angyalaként, egyszer hordta a bölcsesség kejhét is, tehát az volt az ő erekéje, az ő székhelye pedig a bölcsesség kútja volt valamikor. Nos, az Angiris tanácsban elmondható, hogy nem mindig volt túlságosan békés a helyzet, mint tudjuk Imperius és Tyrell között is rengeteg feszültség alakult ki, és a viszály magjait is elvetették bennük, ahol hogy a főbb gonoszok a nagy sárkány Tathamet részei voltak, az Angiris tanács a nagy titán Anu részei voltak, és nem meglepően, mivel ők voltak fajtájuk legerősebbjei, mindkét csoportnál ők vezették a két erő seregét az örök konfliktusban. A tanács azonban nem volt mentes a diszonanciától, erre nagyon jó példa, amikor Imperius egy impulzív döntés alapján ölte meg Diablót, annak ellenére, hogy Tyrell és Auriel azt javasolták, hogy jobban szolgálná az ügyüket, hogyha fogságba ejtenék Diablót, hiszen ha megölik, azzal csak újra feltámadna később. Utolsó lehelletével Diablo kigúnyolta az Angiris tanács úgynevezett egységét, miután meggyilkolták őt.
És végül Diablo azonban már a sötét számüzetésig sző terveket, a fekete lélekű és Lia révén ő lett a legfőbb gonosz, mint Tathamet reinkarnációja, a pokol minden gonossága egyetlen lényben egyesült. Imperiust a gyémánt kapuk előtt legyőzve és az angyali erőket szétzúzva vezette csapatait a mennyországba. Aurealt és Ifarielt elfogták, míg Imperius vesztes csatát vívott, Tyrellnek és a Nephelemnek köszönhető azon hogy Aurealt és testvérét kimentették, és a harc a mennyek javára fordult. Imperius nem egy 3000 évvel ezelőtt született förtelemnek, amit ő a nefelemeknek hívott, annak az oldalára akart állni, hiszen képtelen volt megállítani Diablót, de inkább meghalt volna, mint hogy egy halandó oldalán küzdjön, viszont mindennek ellenére a nefelemnek sikerült legyőznie a terrorurát. Amint új fény virradt a mennyországra, Tyrell visszafoglalta helyét testvérei között, bár már halandóként és ezúttal a bölcsesség arkangyalaként. A lélekkő sötét befolyása elkezdett terjedni az egész birodalomban, viszályt hozva mindenkire. Imperius a többi arkangyallal nem volt hajlandó máshová vinni a követ, hiszen szilárd meggyőződésük volt, hogy a mennyek a legjobb csapda Diablo számára, hiszen szemmel tudják tartani. Viszont a kő rájuk is hatással volt és folyamatos viszályt hozott ki köztük, ezért Tyrell úgy döntött, hogy újra reformálja a Horadrimot, és kénytelen megszöktetni az erekét onnan, és lezárni azt egy szentélybe. Viszont Melfél, aki a halál angyalaként visszatért, közbelépett, és elvette Tyrelltől a fekete lélekkövet. A halál angyala visszavonult a pandemónium erődjébe, hogy ott arra használja a lélekkövet, hogy kiértsa a démoni vérvonalat, tehát ezzel együtt az emberiséget is. Óriási háború robban ki Melfél angyalai és maga a mennyek között is, aztán végül a Nephelemnek sikerül legyőznie Melfélt is. Nos, hölgyeim, uraim, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és nagyon szépen köszönöm az előző videónál is a rengeteg kedves kommentet, amik jöttek azzal kapcsolatban, hogy mennyire újdonság volt ez a csatornán, és hogy mennyire tetszett. Hát szerintem a 97-98%-ának az embereknek nagyon örülök neki, és nagyon szépen köszönöm a támogatást emellé. Remélem ez a videó is legalább annyira tetszett, mint az előző. Én nagyon szépen köszönöm még egyszer a figyelmet, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!